amikor először említetted nekem a Kálvária dombot, akkor azt mondtad, hogy ez Leányvár lelke. Erre nem is emlékszem, hogy ezt mondtam, de ez tényleg egy ilyen kicsi szakrális hely Leányváron. Ennek az a szépsége, hogy olyan, mintha falun kívül lennénk, de valójában a falu két legfontosabb utcája öleli két oldalról körbe ezt a Kálvária dombot, és ennek a tetején van ez a kicsi kápolna, meg a kereszt két oldalán két régi homokkőszobor, egy Szűzanya meg egy Szent János. Ezek ilyen fogadalmi szobrok, meg fogadalmi kápolna. Ez egy sváb, úgynevezett sváb település, tehát egy német nemzetiségi kisebbség él itt nagy létszámban. 18. században telepítették ide őket a Sándor grófok, akik ezen a környéken a földes urak voltak. Korábban is volt itt település, azt Ulmodnak hívták, Ulmod község, de az elpusztult teljesen, és akkor annak a közvetlen közelében került ehhez a Leányvár nevű falu. Egy fontos tragédia érte a falut 46-ban, mikor nekiálltak kitelepíteni innen is a német születésű családokat. Egy részük a dorogi bányákban volt művezető, meg ott dolgoztak, és aztán a bánya egyébként egy csomó mindenkit, aki náluk dolgozott, azt nem hagyta kitelepíteni, mert rájöttek, hogy szükségük lesz rájuk, úgyhogy ők maradhattak, a legenda szerint már a vonattól szedték le őket, úgyhogy így részben kitelepítették a falut. És akkor az üres házakban a felvidékről jöttek a magyarok, mert ugye a Szlovákia, vagy akkor Csehszlovákia pedig őket utálta át a határon, úgyhogy ők kerültek ide. Úgyhogy ebből a két népcsoportból állt sokáig Leányvár község. Mi 80-as években költöztünk ide, és az gyakorlatilag egyik első ilyen betelepülő család volt. A személyes hittel, vallásossággal te mikor találkoztál először, amikor már nem a családi hagyományból vagy szokásból, nem a falunak a hagyományából táplálkozott ez, hanem tényleg a sajátod volt, a te utad, a te felfedezésed? Hát alig, hanem középiskolás koromban. Én a patronába jártam, azért az egy elég erős katolikus közeg volt, és nagyon sok lelki gyakorlaton vettünk részt, meg nagyon nagy gondot fordítottak ott, ami vallásos nevelésünkre, és amúgy is az életkor, ahol ezeket integrálja az ember a saját kis életébe, úgyhogy szerintem nekem arra az időszakra tehető ez. Persze ért egy csomó negatív élmény is ezzel kapcsolatban, tehát egyszerre távolodtam, meg egyszerre közeledtem, de aztán ezek összerázódnak felnőtt korban az ember életében, legalábbis én úgy érzem, hogy nincsen most bennem különösebb kételj a saját Isten hitemmel kapcsolatban. Például most, hogy túl vagyunk az eukarisztikus kongresszuson, nekem itt most egy nagyon fontos felfedezés volt, hogy az eukarisztiában, tehát hogy az oltári szentség az valóban Krisztus teste, hogy az nekem egy nagyon stabil hitem vagy tudásom. Tehát, hogy én ebben kicsit sem kételkedem, és ez végigkísért szerintem kamaszkorom óta. Öregszem, úgy egyre konzervatívabb a hitem, ez azt jelenti, hogy a formák is így egyre nagyobb jelentőséggel bírnak számomra. Például azt megfigyeltem az elmúlt néhány évben, hogy a Szent Mise maga nagyon fontossá vált számomra, ez korábban nem volt. Tehát azt hiszem, hogy volt egy olyan időszak, amikor én is csak úgy a magam módján voltam vallásos, mostanra pedig megint megtanultam megszeretni, megértékelni a formákat, meg különösen a katolikus liturgiát. Úgyhogy amit gyerekkoromban gondoltam, hogy ez ilyen öregasszonyos dolog hétköznap reggel misére járni, most néha azon kapom magam, hogy bizony nagyon közel van ott a mi budapesti otthonunkhoz a Krisztina téri templom, és ott reggel pont jól el lehet menni misére munkára, úgyhogy nem egyszer előfordult velem. Most ez vagy azt jelenti, hogy én is öregasszony kezdek lenni, vagy az, hogy ezt így a magam életében előrébb tudtam hozni. A mi családunk egyébként elég erősen vallásos család, különösen az édesanyám családja az ugronok, ők katolikus vallásúak, és ott például az, hogy egy családi összejövetel szentmisével kezdődik, vagy hogy azon bizonyos nem Mária énekek elhangoznak, hát ez a világ legtermészetesebb dolga volt. Tehát a nagyszüleim házassági évfordulója, vagy bármilyen családi esemény, hogy nem csak a vallásos része, hanem például az is, hogy azon a himnusz meg a szózat elhangzik. Tehát a hazafiságra is mondjuk úgy, hogy a
családon belül neveltek minket. Ezek nagyon természetes dolgok voltak. Én egy ilyen családban nőttem fel. Te mikor fedezted fel azt, hogy bánfi vagy? Gondolom, érted a kérdést, hogy mire célzok ezzel. Tehát, hogy mikor fedezted fel azt, hogy hát ez nem egy Kovács, Nagy, Kis és egyéb családnév, hanem olyan történelmi múlt van mögötte, ami sokféle dolgot jelenthet, örömet is és terhet is. Szóval mikor szembesültél ezzel először? Hát nem emlékszem erre, egész kicsik voltunk, tudtuk, így neveltek minket, nem volt kérdés, tehát nem volt egy ilyen pillanat, hogy felfedeztem. Arra emlékszem, hogy mikor fedeztem azt fel, hogy erről nem érdemes beszélni. Volt egy alkalom, amikor nálunk az udvarban volt egy pingpongasztal, és ott számos gyerekkel pingpongoztunk, forkoztunk, és akkor én ott annak a fiúnak, aki tetszett nekem, így belebegtettem, hogy az én nagypapám báró volt, mire ő megmondta, hogy az övé meg Mátyás király. És én akkor rájöttem, hogy ez nem elég jó pasizós szöveg, úgyhogy helyén kell kezelni. Na de hát ezek ilyen gyerekkori történetet. Egyszer egy alkalommal voltunk a Házsongári temetőben, a Bánfi kriptát, ami igazából Betlen kripta, de Bánfi kriptaként szokták emlegetni, ennek a felújítása volt, és ezt átadták. Mindenféle méltóságok beszéltek ott előttem ebből az ünnepi alkalomból, és akkor váratlanul a rendezvény vezetője kihívott engem is, mint a család egyetlen jelenlevő képviselőjét, hogy mondjak valamit. Tényleg váratlanul ért ez a felkérés, és akkor mondtam, hogy azt hiszem, nekünk az a feladatunk, hogy ne csak a kriptákban legyenek bánfiak, hanem a gyerekszobákban is. És aztán ez nagy sztárság volt, mert az összes cikk másnap ezzel a címmel jelent meg, amit én ott spontán így két mondatban elmondtam, de hát ezt gondolom erről, ezzel akartam itt most összefoglalni, hogy mi a hozzáállásunk ehhez a témakörhöz. Lelkiekben hogyan őrzöd nyomait ennek a családtörténetnek? Mostanában ugye sokat kutatják meg, sok könyv is jelent meg az örökölt sors témakörről, tehát hogy az ember hogyan őrzi a családtörténetet, akár a személyiségében is, azt is, ami nem vele történt meg. Én elolvastam ezt a szakirodalmat, mert nagyon érdekelt engem, már csak a saját családom története miatt is, és azt gondolom, hogy van ebben igazság, és érzem a saját életemben is ennek a nyomát. Egy nagyon egyértelmű példát mondjak, az én édesanyám, ugye eddig csak az apai családomról meséltem, az édesanyám, ő is egy erdélyi történelmi családból született, ugron lány, és amikor ő született, tehát amikor a nagymamám terhes volt az édesanyámmal, akkor vitték el a nagyapámat börtönbe, na őt a kommunisták nem hínosak, ez anyukám 50-ben született, tehát ez 50-ben volt. Tehát az én édesanyám úgy született, hogy csak beüzenték a nagypapának a börtönbe, hogy lány lett, két bátyja már volt, ugye két fiú után egy lány lett, és akkor a nagypapa kiüzente, hogy szeretné, ha Rosemary-nak hívnák, de hát ezt nem engedte meg a magyar anyakönyvezés, úgyhogy Mária Róza lett anyukám. Tehát ő egy ilyen körülmények között született. Most nagyon érdekes, mert azt szokták mondani, hogy hogy a nők különösen is hordozzák ezeket a sorsokat magukban. Nekem ugye mind a két nagymamám egyedül nevelte a gyerekeit, mert a nagypapa börtönben volt, meg kitelepítve volt, meg meghalt. Ráadásul több gyereket neveltek egyedül, és ráadásul Magyarországon nevelték őket, pedig mind a kettő Erdélyben szocializálódott, ott nőtt föl, mind a kettő erdélyi volt, de itt ragadtak a világháború alatt Magyarországon a férjeik munkája miatt tulajdonképpen. Úgyhogy volt egy ilyen nőképem, egy ilyen nagyon erős, független nőről, aki nagyon nehéz körülmények között is meg tudja teremteni az egészséges életkörülményeket a gyerekeinek. Én ezt sose tudatosítottam magamban, csak aztán például már a házasságunkban előjött, vagy amikor a házasságunkkal foglalkoztunk, hogy egy ilyen nő mellett élni, akinek ugye ilyen mintái vannak, olyan érzés egy férjnek, mintha ő bármikor elmehetne innen, nem lenne rá itt szükség. Tehát pontosan érzékelte azt, hogy én úgy rendezem be a saját család életünket, hogy akkor is működjön tovább, hogyha ő nem lenne. És nyilván sose akartam azt, hogy ő elmenjen, fel sem merült, sőt, tényleg nagyon hálás vagyok a Jóistennek a házasságunkért, és nagyon fontos
számomra, de akaratlanul is így rendeztem be a dolgokat, és ez azért férjem számára levehető volt, még hogyha ezt persze aztán egy ilyen kvázi terápiás folyamat mentén adonosítottuk, és nem tudatosítottuk, csak úgy önállóan. Szóval igen, szerintem vannak ennek nyomai, vannak ennek nagyon is nyomai a mi életünkben. Amikor tudatosul bennünk a rossz minta, vagyis hogy az a minta rossz, akkor tudunk ez ellen tenni, hogy mi már ne örökítsük tovább a következő nemzedéknek? Hát kell is tennünk, hát ez a feladat. Szerintem, ahogy az ember rájön, hogy ez a feladat, akkor tud is úgy élni. Nekünk ez egy nagyon fontos felfedezés volt a férjemnek is, a saját családi mintái kapcsán, meg nekem is az én családi mintáim kapcsán, hogy mi az, ami érték, és mi az, amit tovább viszünk, és mi az, amit milyen mintát meg nem akarunk tovább vinni. Nálunk például így tehát a Erdélyben ezek a magyar nemesi családok, ugye ezeket nem úgy kell elképzelni, mint a Dunántúlon, tehát ezek nem Eszterháziak, meg Festeticsek, nem voltak ekkora vagyonok, nem voltak ekkora kastélyok, nem volt ez a nyugati mintájú arisztokrata élet. Erdélyben ennél sokkal kisszerűbb volt, hogy úgy mondjam, és természetesebb, organikusabb, erősebben kötődtek a környezetükhöz is, meg egymáshoz is. Ezek az erdélyi családok egymással keresztbe kasó rokonságban vannak a mai napig. Az én családfámon is számos bánfi, meg ugron van, nem is tudom hány, tehát ez egy más típusú élet volt, de ezzel együtt az erdélyi történelem az nehéz, ugye az viharos, ott mindig valami volt, ott vagy a tatártól kelet fel, vagy a töröktől, akkor is, amikor vagy a király Magyarországon nem, vagy a labancoktól, vagy a nem tudom kitől, románoktól, ugye, de hol ez vett el, hol az vett el, az összes Vasalbert regény erről szól, hogy kellett mindig újraépíteni mindenféle történelmi időben dolgokat, és ez úgy megedzette, kicsit olyan kemény szívűvé tette, ugye, vagy az volt ebből a tanulság, azt vették le a mi őseink, hogy az érzelmekre hallgatni, az egy csapda. Tehát, hogy akkor vagyunk biztonságban, hogyha függetleníteni tudjuk magunkat az érzelmeinktől. Ez az az én mintáim közül, amit például én rosszként azonosítottam be, és amit fontos, hogy ne adjunk tovább. Te a munkádról hogyan gondolkodsz? Miben látod ennek a fontosságát, a hasznosságát, ugye azt, hogy az ember szerencsés esetben nem csak azért dolgozik, hogy a megélhetését biztosítsa, hanem hogy valamit hozzátegyen a maga részéről a világhoz. Ha nem kommunikálnánk egymással, akkor csak úgy élnénk egymás mellett. Én azt gondolom, minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Ha nem szeretjük egymást, de nem fejezzük ki egymás felé, vagyis nem kommunikálunk, akkor pont a legszebb élményektől fosztjuk meg a másikat. Szóval szerintem a kommunikáció nagyon fontos és alapvető igénye az embernek, mint olyannak, mint teremtett lénynek. Egyébként tulajdonképpen az egyháznak is a missziós parancsa, az egy kommunikációs parancs, ugye? Tehát az evangelizálás az egy kommunikációs folyamat, az örömhír továbbadása az egy kommunikációs feladat. Tehát én azt gondolom, hogy a kommunikáció az egy nagyon, nagyon is fontos aktus, itt tulajdonképpen megosztásról van szó. Ezt manapság ugye a közösségi médiában szoktuk használni, ezt a megosztás kifejezést, ott mindenféle tartalmat megosztunk. Én azt gondolom, hogy az sima interpersonális kommunikációban is végül is saját magunkat osztjuk meg. És egyébként itt van az a bizonyos közös gyökér ugye a kommunióval, ami a szentáldozásnak, éppen csak a magyarban nem használjuk ezt a kifejezést, de minden más nyelvben, ami végül is ott a Krisztus testét osztjuk meg. Ugye? Tehát most nem tudom, hogy teológiailag mennyire helytálló ez az én kis párhuzamom, de az én fejemben ez így áll össze, és ez jelen van, ez a szakralitás minden kommunikációs akcióban. Eredetileg újságírónak készültem, és egy darabig sokat írtam, már egyetemista koromban is, illetve még előtte, még az érettségi előtt is, meg aztán az egyetemi évek alatt a Regnum Marianumnak a Zászlunk című újságját ifjúsági szerkesztőként csináltam egy ilyen kicsi néhány fős csapatban, és az nagyon jó iskola volt, ott megtanultam újságot csinálni. És aztán folyamatosan sodródtam így a kommunikációs szakma más bugyrai felé, úgyhogy most is írok egy-egy cikket, van egy konkrét sorozatom is a Képmás magazinban, amit mi adunk ki, és amire egyébként nagyon büszkék vagyunk, de nem annyira újságíróként dolgozom, én most azt szoktam magamra mondani, hogy cégvezető vagyok, meg vállalkozó, mert ez az a identitás, amivel leginkább azonosulnom kell most, tehát nekem
most muszáj is ilyen vezetőként identifikálni magamat, hiszen itt van majdnem 50 ember ezekben a cégekben, aki rám mint vezetőre számít, de azért emögött, hogyha a szakembert keresem, akkor az az egy kommunikációs szakember, igen. A kép más egy különleges szín a magyar sajtópalettán. Mi az alapfilozófiája? Én 2011-ben találkoztam a képmással, akkor kezdtem először külsősként, márkatanácsadóként dolgozni velük, egy ilyen rebrandinget, egy megújulást megtámogatni szakmailag a képmásban. Ez sikerült is. Ahogy most a képmás kinéz, amilyen formában most az olvasó kézbe veheti, ez tulajdonképpen 2012. januárja óta van, tehát ez is már lassan 10 éve. És aztán valahogy egyre szorosabb lett a kapcsolatom nekem is, és Nagy Istvánnak is, aki a másik cégben, a Szoltban cégtársam, kettőnknek egyre szorosabb lett a kapcsolata a képmással, és a végén tulajdonosként is becsatlakoztunk. Most is a legfontosabb értéke a képmásnak, a legfontosabb érték, amit képvisel, az a család. A családról, mint értékről beszél. Most az alcíme az, hogy nőknek és férfiaknak, ami ugyan egy semmit mondó alcímnek tűnik, de valójában egy bizonyos fajta bátorságot, egy konzervatív értékrend mentén értelmezett bátorságot jelentett ezt az alcímet adni az újságnak. Olyannyira, hogy van is egy olyan közösségi média platform, ami nem engedi, hogy a webshopjában ezt a lapot áruljuk, mert ezt a nőknek és férfiaknak kifejezést diszkriminatívnak minősítette. Nem gondolunk azokra, akik nem a hagyományos nemek mentén identifikálják magukat, mondták ők. De hát a mi teremtésképünkbe, az Isten képünkbe természetesen ez fér bele. A kép más egy bibliai kifejezés, ugye, tehát a Bibliából származó cím, a teremtés történet első néhány mondatában találkozunk ezzel a kifejezéssel. Azt tudjuk, hogy a Jóisten az embert a saját képmására, férfinak és nőnek teremtette. Tehát ezt a két dolgot tudjuk a teremtésről, és ez a képmásság, ez számunkra az Isten képmásság, ez az emberi méltóságnak az alapja, és tulajdonképpen minden, amit a képmásban mi írunk, minden, amiről beszámolunk, minden, amit felmutatunk, mint értéket, akármelyik csatornánkon, az erről szól, hogy az emberben tiszteljük az Isten képmását, és megpróbáljuk felfedezni benne az Isten képmását, és ezt megmutatni másoknak is. A nyomtatott sajtó mellett most már a mozgókép világába is tesztek legalábbis kirándulásokat. Ez hogyan jött az ötlet, az elképzelés, hogy ebbe is be kell kapcsolódni? Én nagyon szeretem ezt a mozgóképes műfajt, nagyon örülök, hogy csinálunk ilyet. És rögtön el is kezdtünk nagyban gondolkodni, tehát azon túl, hogy az ügyfeleinket kiszolgáljuk. Volt néhány régi ötletünk, különböző más cégeknél dolgozó barátainkkal, más szakemberekkel, és ezekből most kettőt meg is valósítunk, két dokumentumfilmet forgatunk párhuzamosan. Az egyik Szilvási Karoláról szól, aki egyébként nekem is egyfajta példaképen mondhatni, egy erdélyi nagyasszony, aki a két háborok közötti erdélyi magyar kulturális életnek egy meghatározó alakja volt. Talán azért, mert nő, talán azért, mert ő maga nem írt könyveket, ezért az ő nevét nem ismerjük, de ismerjük az összes olyan írónak a nevét, akinek az könyvét gyakorlatilag ő lektorálta, ő olvasta el először, ő szerzett hozzá pénzt, ő biztatta, hogy megírja, mert ilyen volt mondjuk Bánfi Miklós is, vagy ilyen volt Kemény János, vagy ilyen volt Szépműves C-nek a ből ismert köteteket íróknak a nagy része, tehát ők, nekik mind egyfajta múzsájuk meg szerkesztőjük volt, mondhatni Szilvási Karola. A másik film szintén erdélyi témájú, micsoda meglepetés, az pedig II. András királyhoz köthető. Az ő sírját most régészek ássák ki, tárják fel Egresen, ez Temes megyében van, tehát a Párciumban. Ezt a feltárást mutatjuk be, illetve azt, hogy mit találnak itt a régészek, illetve ennek kapcsán II. Andrásról készül egyfajta portréfilm, hiszen jövőre az Aranybullának van a 800. évfordulója, úgyhogy ez egy különösen is fontos alkalom. Amikor én felnőtt lettem, meg férjhez mentem, gondolkoztunk, hogy hol telepedjünk le, akkor olyan természetes módon esett Leányvárra a választás. Egyébként a táj is benne van, tehát a férjem, mikor először járt itt a Dombokon, és meglátta a kilátást, akkor mondta, hogy na jó, hát akkor
mégiscsak nem olyan rossz ötlet ez a nyúlség közelébe telepedni, úgyhogy így kerültünk ide. És ez a táj más szempontból is jelentős és fontos számodra, számotokra, olyan spirituális élményeknek is a forrása tud lenni, ami aztán sok minden mást meghatároz. Hát pont itt, ahol most sétálunk, ezen a környéken, vagy ezeken a dombokon döntöttük el tavaly tavasszal, hogy egy nagyobb zarándoklattal megpróbálkozunk, a férjem meg én. Ugye ez már a pandémiás időszak volt, minden nap jártunk ide ki Leányvárra, vagy Lányváron ide a kereszthez, amit a hátunk mögött látszik. És akkor egyik kijövés alkalmával beszélgettünk róla, hogy milyen jó lenne ezt egy ilyen tájban hosszasabban gyalogolni. Már régóta érett nálunk egy ilyen hosszú gyalogos zarándokliknak a gondolata, de konkrétan itt, ahol most járunk, itt határoztuk végül el, hogy akkor menjünk. És ebből lett az, hogy 2020 nyarán a budai várból elgyalogoltunk Csíksomlyóig. Miért éreztétek szükségét annak, hogy elinduljatok erre a hosszú útra? Nyilván nem volt könnyű ezt megszervezni. Ez ilyen életközepi válság szerintem. Ugye itt 40 és 50 között már félig meddig felnőtt nagy kamasz gyerekekkel. Azt hiszem szükségét éreztük egy ilyen önmegújító folyamatnak. Ez a házasságunkról is szól, ott is szükségünk volt rá, de én azt hiszem, hogy a személyes egyéni fejlődésünknek is szüksége volt rá. Meg most utólag azt gondolom, hogy a spirituális kapcsolódásunknak is szüksége volt erre a megújulásra, úgyhogy nagyon örülünk, hogy így döntöttünk, és hát valóban ez egy nagyon megerőltető dolog. Szervezést egyébként nem igényel olyan sokat, mint gondolná az ember, ezt most azért is mondom, hogyha valaki kedvet kap, aki hallgatja, tulajdonképpen viszonylag bátran el lehet indulni és menni, és közben szerveződnek és megoldódnak a dolgok, úgyhogy nem... Ha az embernek nincsenek nagyon nagy igényei, már pedig az zarándoklat nem nagy igényekről szól, ugye, hanem az ember a Maszló piramis alján mozog, akkor éppen csak legyen valahol aludni, meg legyen mit enni, meg ne ázzunk meg nagyon, akkor az túl sok szervezést sem igényel. Az út pedig jól ki van jelölve, sőt applikációval követhető végig a magyar szakaszon is, az erdélyi szakaszon is, úgyhogy bátran járható. Nekem legnagyobb élmény az a szabadság volt. Tehát az embernek olyan furcsa fogalmai vannak arról, hogy mi a szabadság, és lehet, hogy nem egy ilyen viszonylag nomád élethelyzetbe képzeli ezt bele, de én azt hiszem, hogy az egész életem folyamán most éltem meg legjobban, vagy a legmagasabb fokát a szabadságnak. Tehát mikor tényleg nagyon kevéssel megelégszik az ember, mert arról szól az út, hogy kevéssel megelégszik, akkor váratlanul ez a szabadság, nem tudok más fogalmat mondani. És ez nekem nagyon erősen azért hozzá kapcsolódik, pont azért, mert ez egy zarándoklat volt, ez a saját Isten képemhez. Tehát azt éreztem, hogy az ő kegyelmében, mint egy ilyen üvegbúrában megyünk végig ezen az úton, és hogy épp ezért, mert ennyire kevés egyéb inger és stressz, és nem tudom mi ért minket, hanem tényleg csak a tájban haladtunk előre, ezért nagyon jól lehetett odafigyelni a belső történésekre. Milyen volt a megérkezés pillanata? Volt bennünk egy ilyen izgalom, egy ilyen a megérkezésnek egy öröme is, meg egy gyásza is végül is, szóval ez egy ilyen szomorú dolog is, hogy ennek most vége van. És aztán, mikor odaértünk a templomhoz, hát én az egy nagyon erős érzelmi hatás volt nekem, szóval ott sírtam, nevettem egyszerre tényleg. Az egy nagyon-nagyon erősen érintett érzelmileg, hogy mondhatni, hogy kiborultam, vagy nem. Tehát, hogy tényleg egy ilyen erős érzelmi pillanat volt. És akkor jó volt úgy bemenni a templomba és ott jelen lenni. Szerencsére pont szentmise is kezdődött, és akkor az nagyon jó volt ugye egy szentmisén részt venni ott, és így megérkezni. Nekünk nem ez volt az első kalandunk Csíksomlyóval, mert a két nagyfiunk után mi elég sokat vártunk, hogy szülessen egy kislányunk, és azért azt mi úgy tartjuk számon, hogy egy ilyen csíksomlyói út, amire elmentünk a fiúkkal, ott voltunk Csíksomlyón, és akkor volt ott egy ilyen bolond bácsi, aki a parkolóban kvázi jegyeket, saját maga által gyártott jegyeket osztogatott, és mi is adtunk neki egy kis pénzt, és akkor úgy, hát nem is tudom, úgy megáldotta a családot, és mondta, milyen szép kis család, és a két fiú, és hogy menjünk be, és imádkozunk, és akkor lesz egy kislányunk, mondta ő, hát anélkül, hogy tudta volna, hogy amúgy is ezért imádkozunk már évek óta.
És hát az az igazság, hogy akkor tényleg lett, tehát hogyha a kislány születésétől visszaszámoljuk azt a 9 hónapot, az bizonyára a csíksomlyói alkalomra jön ki. Úgyhogy nekünk már volt egy ilyen kalandunk a csíksomlyói szűzanyával, és talán ezért is akartunk ennyire visszamenni hozzá, még ha ilyen hosszú és nehéz úton is. És miután hazaértetek, kijöttetek ide újra? Igen, azóta is többször voltunk itt, igen, igen. Nagyon szeretjük ezt a helyet. Nagyon békés, nem? Olyan nyugodt, szép, békés hely. Mindig esténként vannak itt a faluból néhányan, de egyébként egy ilyen nagyon nyugodt hely. És mi nagyon szeretjük azokat a helyeket, ahonnan rá lehet látni a tájra. És innen a keresztől olyan szépen látszik Dorog, Esztergom, és hát végig a Pilisnek a tömbje. Ez ugyan jó érzés benne lenni a tájban. A teremtésben. A teremtésben, így van.